Kálosi úr, profil körvívó mérkőzéssel folytatjuk tovább, igen tisztelt publikum. Egy nagyon-nagyon nagy kuriózum következik, hiszen nem sokára érkezik Kovács Kokó István, édesbátyja, akit mi már nagyon-nagyon régóta szerettünk volna megnézni, bugyózni ennyi ember előtt, talán már 20 éve is igazán a profil körvívó ringben lett volna a helye, de most majdnem 50 évesen eljött az idő, és bizony egy nagyon-nagyon kemény fiatal emberről van szó az ő személyében. Mert mondhatom, hogyha majd meglátjuk, hogy igazi fiatal ember. De még mielőtt őt behívnám a szorítóba, köszöntsék nagyon nagy tapsal Kovács Kokó István, nagyon big fiát, Kovács Bencét, aki itt van velünk, fantasztikus ökölvívó bíró, megérdemli a tapsot, és fog ma mérkőzést vezetni, ráadásul a fő eseményünket. Most azonban jöjjön az ellenfél a piros sarokba. Szerbia szülötte, de most már Ausztriában él, tisztelt közönségünk, érkezik Mirko Stojkov! Akit mi csak úgy hívunk egymás között, hogy Big Buck! Hölgyeim és uraim, érkezik a kék sarokba Kovács Gyula! Hey!
Szorítóból következik a második menet. Egy nagyon-nagyon pici szünet lesz csak, ami kicseréli a kesztyűt, annyira védekeznie kell, lehet, hogy kiukadt a kesztyűje a kihívónak. Nem sokára jön az új kesztyű, és akkor folytatódik tovább a mérkőzés. Már is érkezik az új kesztyű. Addig egy bíztató tapsot szeretnék kérni Kovács Gyulának. A csajok Székesfehérvári publikumot! Köszönjük! Thank you.
óriási handicap ez egyébként a külföldi versenyzőnek, Ausztriában élő szerb Mirko Stojkovnak, de hát reméljük, hogy ezt nem tudja majd kihasználni ezzel a mérkőzésen, és Kovács Gyula nevéhez méltóan Pikpak le fogja rendezni majd ezt a találkozót. No kérem tisztelettel, megvan a kesztyű, és jöhet a nagy taps Kovács Pikpak Gyulának a buzdítás, hajrá Székesfehérvár! Szorítóból következik a harmadik menet. Thank you.
Hölgyeim és uraim, szorítóból következik a negyedik egyben befejező menet. Jöhet a bíztatás! Tisztelt közönségünk! Tisztelt közönségünk! Egyhangú pontozással győz a kéksorokban Kovács Pippa Gyula! És ő ad ajándékot az ellenfelének. Micsoda gesztus, nagyon korrekt. Köszönjük szépen, szépen gratulálunk. És hogyha megengedik, akkor nagy szeretettel felhívnám ide a színpadra Kovács Gyuszi édesanyját, mint hogy a fia Gyula egy gesztussal szeretne kedveskedni az édesanyjának. Krisztián kíséri. Miközben Mirko is megérkezik, aki hasonlóan majd érmet kap. Egyébként a díjakat Tóth Martina Hotel Cascade Resort and Spa képviselője fogja átadni. Először Mirkónak, aztán Gyulának, de közben megérkezett Kovács Pippant Gyuszi édesanyja is a színpadra. Itt áll Krisztián mellett, miközben Mirko is itt van. Tóth Martin megérkezett Mirkónak érmet ad át. Gratulálunk!
nagyon szépen köszönjük Mirkónak és Gyulának is. Gyula, neked még jár a kupa, amit Tóth Martin, a Hotel Cascade Resort & Spa képviselője ad át. Szépen gratulálunk mindkettőtöknek. Csodálatos volt, ahogy egyébként Mirkót is megnepted ajándékkal. Köszönjük szépen, János, ti következtek, miután Gyuszék elhagyják a színpadot. Na, még egy nagy tapsot, jó? Ki jár neki? Nagy középső összecsapásra fogjuk egyébként folytatni, ami szintén ugye kuriózum lesz majd, igen, tisztelt publikum, hiszen egy magyar harcos, egy igazi